hogyha valami nehézség van, vagy valami olyan van, hogy azt mondják, hogy te nem tudod, vagy nem lehet. Én azt a szót utálom a legjobban, amikor azt mondja valaki, nem lehet, nem uh-huh, tudod. Uh-huh. Nem, tehát a nemeket én nem szeretem. Igen, tehát, mert mindig, az visz elő, valami nem, beindít az egy, nem, az egy nagyon negatív történet. Uh-huh. És alapvetően én a pozitív dolgokat szeretem, tehát de próbáljuk meg. Tehát olyan nincs, hogy kategorikusan kijelentem, hogy nem. Annélkül, hogy megpróbálnám. MOKA. Magyarok óriási kalandjai Amerikában. Ez hihetetlen. Hello Péter, üdvözöljük a kedves nézőket, ez itt a Móka. A múlt heti adásunkkal kapcsolatban kézzel sok reakciót kaptunk, ugyanis azt követelik a kedves nézők és a hallgatók, hogy ugye beszélgettünk az Ákossal, a kaszkadőrrel, hogy igenis szeretnének látni bennünket, hogy leugrunk, kiugrunk, kilöknek, fölgyújtanak minden. Nem tudom, hogy mennyire mered ezt vállalni. Ugye te bevállaltad az ejtőernyőzést. Egyébként én is, nincs vele gondom, problémám, de tudod, engem mi izgatna a legjobban? Ez a tüzes megoldás, hogy fölgyújtanak. Bár ugye emlékszel, hogy mondta az Ákos, hogy az nagyon veszélyesen alapban, mert ugye elolvad, bemegy az ingúj alá, megégett a nyaka, tehát nem annyira egyszerű a sztori. Figyelj, én azt mondtam, hogy én bevállalom nagyon szívesen az ejtőernyősugrást, de... Nem, te vagy a képen. Húha. Igen. Bevállalom az ejtőernyősugrást, de azután, hogy hallottam, hogy te beszéltél az Ákossal négy szem között, hogy figyelj, majd én összehajtom a Péternek az ejtőernyőt, szerintem nem vállalom be. Na mindegy, bízzál el azért bennünk, jó? Tehát ha tudod, akkor csináld meg. Rendben, és én meg fölgyújthatlak? Te meg simán fölgyújthatsz engem. Na, kedves nézőink, kedves hallgatóink, a mai napon megkértünk egy fiatalembert, szerintem a barátunkat, hogy ugyan jöjjön már el, meséljen már nekünk a kis életéről. Ő már nálunk egyszer volt vendég, és hogyha lehet ilyet mondani, akkor kedves kollega, és direkt nem mutatjuk most a képét egy pár percig, ugyanis arra kértük, hogy olvasson fel nekünk egy szöveget, hiszen hangolapján szerintem nagyon-nagyon sokan föl fogják ismerni, ugye Péter? Igen, és aki fölismeri, az a kommentbe írja le, hogy honnan ismerik, vagy mi a neve a fiatalembernek. Jó, tehát utána látni fogják, tehát na, én elmondom a nevét, tehát ez így most ne egyszer. Na, de az olyan jó mondjuk mondani, hogy kommentben meg megmutatni, hogy lefelé kell nyomkodni. Ja, értem. Jó, na, akkor figyelem. 3, 2, 1. Amíg Vera az új filével bajlódik, Kristóf is lemaradásban van. A alfilézése közben kell levákumoznia a burgonyáját. Anita viszont időt spórolt azzal, hogy nem pucolt meg minden krumplit. Így ő készül el elsőként a filézéssel. Világszenzáció! Na most akkor hogy csináljuk szerinted? Mondja van a nevét a fiatalembernek? Én már el is felejtettem. Mármint a nevét? Igen. Jó, akkor most nem mondjuk a nevét, hanem de mutasd meg. Jó, hát a Szebeni Tominról van szó, szia Tamás. Szervusztok. Egyébként azt még most kérdez, most már látnak engem, de egyébként azt kérdezhetitek, vagy írhatják, hogy mi az a műsor, amiből szerintük, a igen, nézők téma. Szerint, én most nem fölolvastam. Tehát mi az a műsor, mi a neve annak a műsornak, erről meg később beszélgetünk egyébként, hogy vajon fölismerik az emberek, hogy melyik ez a műsor. Én azt képzelem el, hogy mész az utcán, vagy bemész egy ABC-be, mondjuk Magyarországon, jó napot kívánok, egy kiló krumplit szeretnék, bármis, de nem mondja, hogy maga az. Volt ilyen? Igen. Tehát, hogy aztán, amikor elkezdődött ez a műsor, ez hozta, én előtte is sokat volt a hangomat használták, de nem ennyire sokan, tehát, hogy csomószor volt egyébként az, hogy nem tudták mindig azonosítani, de azt mondták, hogy te vagy maga, vagy ön, de általában tekeztek, hogy te valahol a hangod az nem rád, általában fura módon rádióra igen. Tippeltek, annak ellenére, hogy soha életemben nem rádióztam. Pedig jó hangod lenne a rádióban. A másik dolog, ami eszembe jutott, hogy amikor mi megismerkedtünk, akkor az úgy történt, hogy te bejelölted az én kis vörösömet ismerősnek, igen. És akkor mondja, hogy te, ki a Szebedi Tomi meg? Hát mondom, nem tudom, drágám, és akkor valamit írtál, hogy nem tudom, a képeivel kapcsolatos lényegtelen, és mondom, ugyan mutasd meg, hogy néz ki a Szebedi Tomi, és láttam egy izmos fickót, és mondom, na, jó, hát nem vagyok féltékeny típusak, csak ez olyan, ugye, olyan jó jött ki, mert itt van a kis
megbecsülések nem látszódik. Olyan jó jött ki, hogy a Tomi olyan kidolgozó, sportos fickóért, és ráadásul meg ilyen hangja van. Igen, furcsa, mert hogy több esetben, amikor csak telefonon egyeztetem, hogy én szerkesztőként is dolgozom, szerkesztő, producer, rendezőként, és sokszor kellett telefonon egyeztetnem különböző emberkékkel, helyszín miatt, forgatások miatt, bármi ügy miatt, akik nem láttak engem, és amikor aztán találkoztunk, akkor mondták el, hogy vúramod, de mindenki azt gondolja, hogy én egy magas és teltebb, tehát mondjuk egy testesebb ember vagyok, tehát mondjuk kicsit súlyosabb. Hát, hogyha, és közben nem, tehát egy 171 vagy 2 centi magas vagyok maximum, és hát nem vagyok testesebb, vagy súlyosabb, mert hogyha kerekebb ember. Nézők befogják, hogy a hallgatók nem, nézők befogják a szemüket, és hallják ezt a hangot, akkor ugye elképzelnek egy embert. Egy, igen, elképzelnek hogy, egy embert. Hogy te vajon hogy nézhetsz ki? És ugye annyira karakteres a hangod, itt Amerikában stage voice, lehetnél egy filmeknél. Abban hogy... az esetben, hogyha én Amerikában születtem volna, biztos, hogy ezen a területen lennék, de minek után nem Amerikában születtem, és a station voice-ok, vagy az élő bejelentők azoknak a legszebben kell a igazi amerikai angolul, amerikai angolt használva beszélniük, ezért ezt már én nem fogom tudni. Ez talán akkor sikerülhetett volna, ha én úgy kerülök ide ki az Egyesült Államokba, hogy elkészként kicsi gyerekként, akkor biztos vagy benne, hogy valamilyen területen lennék, de így nem igazán. És az a furcsa egyébként, hogy a családban az édesanyámnak van mély hangja. Nőhöz viszonyítva, tehát female-hez viszonyítva neki mély hangja van. És sem a bátyámnak, sem az apámnak, sem a bátyám két gyerekének, mindenkinek egy közép magas férfi hangja van, de nem mély a hangja. És nem utalt semmi arra, hogy nekem milyen hangom lesz. És ilyenkor mondják azt, hogy hát persze biztos agyon cigized magad, meg minden, nem is cigizel. Egyáltalán soha nem dohányoztam. Még mielőtt ezen tovább ugrunk, arra szeretnélek kérni, hogy tegnap elküldtél nekem egy filmcímet. Egy dobos emberről szól. Azt mondd már el angolul, légy szíves, másnak, hogy valamit úgy rögtönözd már, hogy mint a te lennél ez a stage voice. Ma este 20 órakor Whiplash. Itt az NBC-n. Majdnem azt mondom, hogy nem akartam, de... De a mókában. De jó. Tehát itt a mókában. Ma este 20 órakor Whiplash. Itt a mókában. Wow. Tehát, hogy ezt amikor 5 éves lehettem, akkor indult el egy egészen furcsa, számomra rémisztő folyamat a hangommal. Hogy elkezdett a vékony hang, a gyerek hangból, elkezdett egy ilyen nagyon furcsa hörgésszerűség, ahogy változik a hang. Én nem tudom ennek a technikáját egyébként, tehát hogy mitől és hogyan mutálódik az ember, tehát utána kellett volna néznem, de egy valamit most tudok, én olvastam, nem is, bocsás, néztem egy dokumentumfilmet Freddie Mercury hangjával kapcsolatban, kutatták az ő hangját, hogy vajon mitől volt ennyire egyedi. És képzeljétek el, hogy egész meglepő módon a hangszálaink mellett, a vocal cords, ugye a hangszálaink mellett, mögött van egy másodlagos hangszál csoport, amit általában nem használ a test. Viszont ez volt az, ami Freddie Mercury-nél használatban volt. Ez biztosította az ő számára, hogy 4 oktávot tudott átfogni, úgy, hogy azt a segédhangszálakat, nem emlékszem pontosan, hogy ennek mi volt az a latin kifejezése, de arra biztos meg, tehát én ezt most hallottam először, tehát kutatták a hangját az elmúlt 2015-ben egy kutatócsoport az egyik egyetemen kutatták az ő hangját, és erre a következtetésre jutottak, hogy bizony van egy másodlagos hangszál rendszer is a fő hangszálak mellett. Ez nagyon érdekes egyébként. Várjál, akkor lehet, hogy én is baromi jó énekes vagyok. Csak eddig titkoltam, és nem jöttem rá, hogy a hátsó rész kellene használnom. Ez nagyon nehéz egyébként. Azt hiszem, hogy ugye az van, hogy a mélységet nyilván az okozza egy hang, hogy a vastagabb a hangszál, tehát úgy gondolom vastagabb és hosszabb a hangszál. De az a vicc egyébként, hogy amikor beszélgetünk simán, tehát tök hétköznapi módon, akkor te akkor is ugyanígy beszélsz. Mert ugye ez lehet így csinálni, hogy megpróbálom ilyen mélyen, szépen, tagoltan elmondani. Nagyon sokat kell, tehát hogy nagyon sokat mondok én hangot, és megszoktam ezt a hangot. Van egy nagyszerű segítőm egyébként,
aki velem van, mindig Bittner Anettnek hívják, és üdvözöllek innen, Anett, hogyha nézed ezt a műsort. Az Anett volt az, akivel dolgozom most már évek óta, 2017-ben azt hiszem azóta dolgozom, és ő segít nekem, ő sokat tanított engem, és sokat javított a hangképzésemen, a hangoknak a képzésében, hiszen ugyan tanultam korábban is, de ő rengeteget segített nekem egy mondat elmondásában, hogyan, milyen ívben, hogyan használjam a vesszőket, uh-huh. és a szüneteket, és a hangokat. Tehát ez egy nagyszerű pár évet töltöttünk együtt, és még fogunk is ebben az évben, hamarosan remélem újra, mert ugye elkezdődik az a műsor, amiből most idéztem egy kicsit újra, és azt hiszem, ez egy szerencse. Az, ez hogy a hang egy adottság, igen. Tudod, ezt nem tudod nagyon. Tudsz megtanulni szépen hangképezni, tudsz megtanulni, de a hang magasságodat, az orgánumodat nagyon nem tudod elmásítani, igen, mert akkor túl mű lesz. Nem akarok túl messze menni a Freddie Mercury-tól, mert már elkalandoztunk, de amit én hallottam róla, hogy a fogát sem akarta megcsinálni, mert attól félt, hogy a hangja. Pontosan, szegény attól félt, miközben semmi köze nem volt a fogának neki, fogához. Tehát megcsináltathatta volna, tényleg igaz, így van igazán, elfelejtettem mondani, hogy valóban attól félt, hogy megváltozik a hangja, a fogai, ha megcsináltatja a fogait. De hát akkor még az egy 80-as évek volt, tehát még nem volt olyan fejlett a tudomány, hogy ezeket megtudják, tehát akkor nem tudták még ezt megmondani neki nyilván. Tehát, hogy nem volt hozzá. Láttátok a filmet egyébként? A játékfilmet, a Queen filmet, a színésszel, tehát a... Én láttam. Felejtettem a nevét, én nem láttam, mi meg fogom. Malek? Nagyon zseniális. Bár éppen, bár pont tegnap említettem, hogy nekem a Mötley Crüe-nek a film jobban tetszik, közelebb áll hozzá, mint ez a Queen-es dolog, de maga Freddie Mercury, hát az hihetetlen, utánozhatatlan. Tehát aki nagyon közel állt hozzá, és az Emlék koncertjén éneket, az a George Michael, aki az ő maga szintjén ugyanazt tudta hozni, amit a Freddie Mercury, de a többiek semmi. George Michael is egy fantasztikus hang hát volt. És hihetetlen ember. És szomorú az egyébként, hogy mennyi sztár az, akik a kábítószer áldozatai lesznek. Freddie Mercury ugye nem ez volt, ugye az AIDS-be halt meg. És az is ezért nagyon furcsa, azt is a dokumentumfilmben volt, hogy ő nagyon sokáig ez mélyen titkolt. Tehát ez 80-as években nem is tehetett más. Még mai napig is egy stigma egyébként ez a dolog, amikor pedig már sem nem itt Amerikában, de bizonyos Európában igen. És hogy csak akkor merte bevallani már, amikor már tudta, hogy menthetetlen. És az is érdekes, hogy az utolsó szám, amit énekelt, már csak egy vers szak volt hátra a dalból, mert amikor ezt megtudta, hogy ő haldoklik, akkor beindult, és minél több és több albumot akart, és zámat akart fölénekelni, hogy a legacy, tehát a hagyatéka, az még nagyobb legyen, és megállt, mert annyira végét járta, hogy már nem volt képes ott a stúdióban tovább, és azt mondta, hogy neki most pihennie kell, és akkor majd fölveszik holnap utána azt az utolsó versszakot, és soha többet nem volt képes, néhány napra rá ugye meghalt. És én nagyon sajnálom őt, mert és azt a szerencsét nem, tehát csak egy vagy két év hiányzott neki, hogy mert túl utána már... Az igen, mert ugye az Irving Magic Johnson, ugye, ő 94-ben állapították meg ugye a HIV-fertőzöttséget, és őt mai napig is él, és őt már meg tudták menteni, mert akkor már rendelkezésre álltak a 93-94 körül azok az antivirális gyógyszerek, amelyek ugye megmentik a mamára, és ma már ez nem is... Azt hiszem, hogyha a koronavírus olyan típusú vírus lenne, mint a HIV vírus, vígan örülne mindenki, mert a HIV vírus egyébként egy nagyon buta, egyszerű vírus, nem tud nagyon szaporodni, nagyon hamar megdöglik, tehát ha kikerül a szabad levegőre egy-két órán belül, és ugye nem nazálisan terjed, hanem vér útján, és tehát, hogy több haverom is, barátom mondta, hogyha választani kéne, hogy hív, vagy rák, akkor inkább hív. Mert hogy ez egy nagyon egyszerű történet. Szerencsére, vagy... De ugyanakkor, az is csak, ha már itt tartunk, csak egy nagyon rövidbe, hogy azt is olvastam, hogy a hív vírus nem a 80-as éveknek a... Tehát már több évtizeddel korábban
És rögzítették. Tudták? Igen, csak nem uh-huh. lokális volt. Tehát, ahogy, ugye, tehát régen, amikor még nem volt ilyen repülőközlekedés, tehát nem tudtak az emberek úgy utazni, tehát nem tudtak fertőzővé uh-huh. válni, csak lokálisan. Hát a posta is csak postakocsi ment. Tehát, hogy akkor is volt már, följegyezték, de nem tudott úgy terjedni. Uh-huh. Na, szóval, hát, hogy Freddy Mercury lesz, meg a hangról lesz. Szebenin Tomi, aki, hát azt kell mondani, hogy gyakorlatilag erre születtél, de azért volt egyfajta előéleted is, gondolom, tehát az iskoláidat nézve, hiszen te ugye ott rendezői szakon végeztél. Nem. Is, nem? Nem. Képzeld el, hogy én semmi közöm nem volt semmi? A televízióhoz. Általános iskolában azt meséltem itt a nonókának, hogy nekem mindig azok vittek előre az életemben, amikor egy kicsit pofon vágtak. És azt hiszem, hogy ez egy, ha jó helyen vágják az ember pofont, nem fizikailag, hanem, uh-huh. hanem érted, tehát mentálisan, akkor ez, és jó, olyan embert talál el, aki ebben nem tud belegyugodni, akkor ez fejlesztőleg hathat. Nekem azt hiszem hatodikos lettem, vagy hetedikes talán általános iskolában, amikor a történelemtanár, ez volt az első emlékem, történelemtanár feleltetett, és nem tudtam, való igaz, nem tanultam annyira azt aznapra, vagy talán nem volt annyira ott az agyam, de a tanár azt mondta nekem, hogy semmire nem viszem az életbe. És ez megmaradt bennem. Mai ez beragadt és uh-huh. még az is a pillanat, és az osztályterem, és az, hogy a térkép hogy állt, hogy a lehúzható térképek voltak, uh-huh. és emlékeztek rá, és hogy minden ez a pillanat megragadt. És ott ugyanakkor nem azt mondtam erre, hogy már pedig azért is megmutatom, hanem ez így bennem lett, és amikor valahogy így elkezdett működni bennem ez a dolog, hogy én nem lehetett, hogy ezt így, és elkezdett így menni. És azóta is így van, hogyha valami nehézség van, vagy valami olyan van, hogy azt mondják, hogy te nem tudod, vagy nem lehet. Én azt a szót utálom a legjobban, amikor azt mondja valaki, nem lehet, nem uh-huh, tudod. Uh-huh. Nem, tehát a nemeket én nem szeretem. Igen, tehát, mert mindig, az viszelő, valami nem beindít az egy, nagy, nem az egy nagyon negatív történet. Uh-huh. És alapvetően én a pozitív dolgokat szeretem, tehát de próbáljuk meg. Tehát olyan nincs, hogy kategorikusan kijelentem, hogy nem. Anélkül, hogy megpróbálnám. Tehát próbálni és csinálni. Nem tudtam én akkor, tehát a középiskolában én közgazdasági szakközépiskolába jártam, tehát ez egy teljes könyvelő lettem volna, és egy évet dolgoztam a Cegléden, a Budapest Banknál, és rájöttem, hogy ez egyszer nem megy. Tehát az, hogy, és föltetted magadban a kérdést, Tomi, igen. Mit keresel te itt? Igen, és nem érett, nagyon szerettem, minden szerettem dolgot, tehát nem a munkával volt baj, csak egy kicsit unalmas, nekem unalmas volt. Unalmas volt az, hogy minden nap ugyanazt, robotikusan. De szerettem, megcsináltam mindent, imádtak a kollégák, mai napig is a Facebookon írnak nekem, tehát hogy szerettek engem, és én is szerettem, csak nekem unalmas volt. És aztán a katonaság hozta el nekem azt, hogy kiszakadtam valami egészen döbbenetes furcsa. Míg mindenki más, akik ugye annak idején, hogy a kötelező katonaság volt, mindenkire nagy katona legyek, meg megpróbálni elkerülni ezt a dolgot, addig én vártam, hogy mikor jön meg a behívó. És amikor megjött, nekem az így fölspanolt, hogy most végre valamibe kikerülök, valami olyanba, és ott indult el bennem az, hogy megpróbálni előre menni, és a senkiből, tehát bevonultam egy ugyanúgy, mint ahogy mindenki más, neve nincs, senki nincs, honvéd, és ott szépen elkezdtem alakítgatni az életemet. És például ott találtam ki magamnak, hogy ugye akkor annak idején, aki fiatal, az nem tudja, hisz nem volt katona, tehát amikor egy hónapos volt a katonai kiképzés, az újonc képzés, és aztán utána jött az eskütétel, és az eskütételnél, mint ahogy minden más eskü esetében, valaki, ha csoportos eskü van, nem egy ember tesz esküt, akkor valaki előmondja az eskü szövegét. És akkor kitaláltam magamba, hogy nekem kell, hogy én legyek az. Uh-huh. Akkor már a hangom ugye megvolt, bár uh-huh. nem volt ilyen mély, tehát ez az évek alatt, az elmúlt 30 évben mélyült, és mindig mélyül. És kitaláltam azt, hogy és csak egy olyan apróság, hogy amikor bevonultunk, én azt elejtettem azt az egyszerű kérdést, hogy ugye jelentkezni lehet innen, tudtam, hogy lehet, tehát ez egy kamu kérdés volt, hogy lehet, ugye szeretnék jelentkezni a Színház és Filmművészeti főiskolára, ugye lehet, megtehetem innen ezt.
tudtam, hogy lehet, a célom csak az volt, hogy hopp, van tudom itt egy fiú, róla. Aki valahogy művész ízért, és vártam, mondom, mikor robban a bomba, mikor, és két hét vagy egy hét múlva mondták, hogy Szebeni Honvéd lépjen ki, és akkor fölvittek minket hatónkat, hat ember volt két újonc századból, és bejelentették, hogy honvédek, ez önök vannak kijelölve arra, hogy az eskü előmondók legyenek, és majd kiválasztjuk, hogy ki marad. És teltek a napok, és aztán ketten maradtunk az egyik újonc század, meg a másik újonc századból. Én ugye egy kicsi, 170 cent, és nem egy túl erős voltam akkor még. A másik fiú az egy igazi katona, tehát magasabb volt egy fejjel, szép, sudár legény volt, ellenben a hangja az vékony volt. És akkor tudtam, hogy hangban biztos, hogy én győzöm, csak nem voltam benne biztos, hogy ez ott a katonaságban annyira fontos nekik. Uh-huh. Ugyanők nem művészemre, tehát a katona az egy nagyon kocka, és azt nézik, hogy magas, ő az igazi katona, én nem voltam az igazi katona alkat, de aztán mégis engem választottak. De én lettem, és ott indult el, hogy megismert az egész tábornoki kar. És ezt én nem azért akartam, hogy most akkor nekem itt minden kényelem meglegyen, hanem azért akartam, hogy ezzel, hogy ők megismertek, hogy ők ezért tiszteltek engem, a tábornokok is. Ezzel tudok valahogy segíteni. És mindig mindig a csapatért, tehát amikor lejárt konzerveket kaptunk, akkor fölmentem, mert fölmehettem, mert ismertek, és mondom, uh-huh. hogy a hadtáp főnök azt mondja, főhadnagy úr vagy alezredes úr, ezt nem lehet csinálni, hogy lejárt, és tehát bemehettem, mert uh-huh. nem magamért, vagy találtam, tudtam, hogy valahol ott a pincében voltak kondigépek, ez egy 80-as évek vége volt, és kiharcoltam azt, hogy adjanak egy termet, amit a katonatársaimmal megcsinálunk, és konditermet hoztunk létre. Tehát én nem magamért csináltam, mert Kaposvárot voltam katona, tehát nem értem semmit azzal, hogy én kaptam egy kimaradást este 5-től reggel 8-ig. Nem tudtam Ceglédre hazamenni, hiszen az messze van. Kimentem mindig, értem, nagyon szép szakasza volt a Kaposvári Csiki Gergely Színház, uh-huh. akkor egy zseniális társulata volt, ott volt Pogány Judit, Koltai Róbert, Helyei László, Csákányi Eszter, és olyan darabok voltak, gyerekek, hogy ma is rágondolok, és hogy Arthur Miller, rengeteg olyan darab volt, és katonáknak ingyen volt akkor a színház. És én mindig ott voltam. Tehát a kimaradásokat én színházra használtam, uszodára, az állatfarmot, Orvának az állatfarmját láttam, vagy 8-szor, akkor hegedűs háztetőnt láttam, a helyi szegény helyi László volt a tevje. Én nagyon szeretem, az egy csodálatos időszak volt egyébként. És aztán a katonaság után volt az, hogy már nem akartam visszamenni Ceglédre. Uh-huh. Egy kicsit kíván. Peti, ne kérdezzél. Mondjad. De én sem kérdezek. Mert az a fontos. Itt a Tomi elmarad itt egyedül. Igen. Én azt akartam kérdezni Tomi tőled, hogy te valahol gondolkodtál csinálni magadnak egy podcastet, mert az Attila, csak hallgatjuk, és tök jó. Szerintem neked is kéne egy podcastet csinálni, mert csak el vagy tök jó. Most, ha így nem gondolkodtam rajta. Most, hogy így megkérdezed, bizonyos helyzetekben igen, mert a Friderikusznak elkezdtem nézni a podcastját például. Mindenkivel nem csinálnék podcastot, de olyan magas, akit most például itt mutattatok nekem, a srác, aki ugye kaszkadőr, az nagyon-nagyon mélyen érdekel, hogy mi zajlik az ember életében. Ilyenkor. De miért akarsz olyan podcastet csinálni, hogy beszélgetsz valakivel? Miért nem csak magadtól? Vagy fölolvasó, vagy valamilyen témával belekapaszkodva? Vagy tehát egy olyat, amit csak rólad mert én nem akarom azt, hogy rólam szóljon. Engem emberek érdekelnek. Uh-huh. Embereknek azok, akik nagyon fontosak. És tehát mondok példát, az utóbbi években, amit készítettem interjút, amióta ugye itt voltam, két fantasztikus ember. Az egyik a Pavlics Ferenc, ő, akit megtaláltam. Őt úgy találtam meg, hogy én egy amerikai dokumentumfilmet néztem, a Holdra szállásról. 6 részes volt ez a dokumentumfilm, és a 70-es, az Apollo program. Uh-huh. És hoppá, csak egyszer csak az egyik adásban mondják, hogy Ferenc Pavlics, magyar származású mérnök. Ő volt az, aki megalkotta a holdjárót, tehát ez a Lunar Rovert, ami aztán ugye láttuk, hogy amikor az űrhajósok ott voltak fönn, az Apollo 15, 16 és a 17-essel ment föl, tehát még az első Neil Armstrongiknak nem volt ilyen.
De ugye azért kellett ezt, mert hogy jó, most fönn vagyunk a Holdon, de nem valami, tehát muszáj egy kicsit eltávolodni, mert általában az érdekesebb, a geológusok számára érdekesebb leletek vagy helyek, azok nem egy síkságon vannak. Viszont az űrhajó, tehát a holdkomb egy síkságon tud biztonságosan landolni. Na most messzire nem tudtak menni gyalog, mert hát azt nem tudtak. Ezért az autó segítségével mentek el több mint 100 mérföld távolságba, ahonnan aztán a különböző holdi kanyonokból, sziklás részekről tudtak különböző kőzeteket hozni, és ekkor csak ezután, addig nem tudták, és erről készítettem egy interjú dokumentumfilmet a 21. században az RTL klubnak, Pavlics Ferencről, aki 93 éves, illetve 94 lesz most már, is még él, illetve remélem, hogy még él, tavaly még élt, és fantasztikus volt vele interjút készíteni egy olyan emberrel, aki a NASA-nak dolgozott, és olyan szépen elmondott mindent, és olyan nagyszerű érzés volt, és mondja nekem, hogy amikor ő a Holdra néz kinn a kertjében, akkor egészen máshogy néz fel a Holdra. Ő tudja azt, azt, hogy hol van az a három holdjáró, hiszen nem hozzák vissza ilyenkor, minden ott marad. És mivel ugye nincs víz, nincs légkör, nincs olyan dolog, ami az oxidációt elősegíteni, ezért ott minden örök. Aha. Tehát, hogy mai napig is úgy van fönt a három holdjáró, és reméljük hamarosan, hogy a Holdra szállást terveznek újra, megláthatjuk majd azt, hogy mi van ott sértetlenül abban az állapotban. Nyilván azok a dolgok, amik egy kicsit gumiból, meg ilyenek voltak, azok ugye a nap hatására ugye el, de maga a fém szerkezet, az ugye egy úgy van ott. A másik interjú pedig az Benjamin, Ben Ferenc, pontosabban Benjamin Ferenc, Ferenc az ugye a vezeték neve, ő egy magyar származású ügyész. Ő vele tavaly készült az interjú, ő egy 102 éves bácsi, és ő az utolsó élő ügyész, aki a Nürnbergi perben az egyik nagy triál, tehát tárgyalásnak volt a főügyésze. Ő egy nagyon alacsony kis emberke, és gyakorlatilag magyarul ő nem tud, mert egészen kicsit, hát egy olyan 2-3 éves lehetett, amikor ők kivándoroltak a szüleid a New Yorkba. Itt nőtt föl New Yorkban, és hát az ő pere, mert volt egy a főbűnösök pere, tehát a Göring és a társainak a pere, ő annak a pernek volt a főügyésze. Létezett egy olyan csapat, amit létrehozott a német hadsereg, amit úgy hívtak, hogy Einsatzgruppe. Az ő feladatuk az volt, hogy amikor mentek előre, gondolkodás nélkül mindenkit, aki a soron következő városban volt, mindenkit megöljenek. Mindenkit. Uh-huh. Tehát mindenkit. És több mint 1 millió embert öltek meg. Ez 4 csapat volt az Einsatzgruppének, ebből A volt az A, B, és a C és a D. És ennek volt a főügyésze, és fájdalmas az egyébként, hogy furamód nagyon sok, ő mesélte, a vezetők, a tábornokok, ugye a német tábornokok, a csapatnak a vezetői voltak, azok javar, a legtöbbje egyetemet végzett, nagyon magas iskolázottsággal rendelkezőek voltak. És az egyik fővádnok, az egésznek a fő tábornoka volt, őt ugye halálra ítélték, és amikor lement a Benjamin Ferenc lement a börtönbe, a ítélt hirdetés után, akkor volt felesége, gyereke, mindene az elítéltnek, és ő azt várta, hogy uram, akar mondani valamit, vagy üzenni valamit, és nem azt, ne, ott sem az volt a válasz, hogy hát a gyerekeimnek üzenem azt, hogy szeretem őket, és ott. Hanem az volt válasz, hogy tudja, ügyész úr, ha most újra kéne kezdeni, ugyanezt tenném. és ez egy nagyon szörnyű történet egyébként, hogy ilyen népírtás. Tehát ilyen nagyságokkal. Most a következő, amivel beszélgettünk itt a Péterre, a Karikó Katalin nagyon szeretnénk. Ti is, meg én is. De elcsípni. De várjál, mert én hallottam erről, én is olvastam erről, és nem is az volt a... Állj, Péter, kamera. Mi? Nem baj. Nem látunk téged, igen. Szóval beszélgett, én is olvastam erről a dologról, és nem az volt a szörnyű, hogy... Nem, az is szörnyű volt, hogy előre mentek, összették a falut, kiásadták velük a sírt. Igen.
és megölte, és talán meg vissza is kellett, vissza is temették őket. De nem is ez volt a legszörnyűbb, hanem a legszörnyűbb az volt, hogy rájöttek, figyelj, csomó mindent ott hagytunk, tudod, mindenkinek van arany, meg minden, és utána az volt a dolog, hogy vissza kellett menniük, és a maradék emberekkel kiásatni és leszedni mindenkiről az aranyór, vagy az ékszereket kiúzni az aranyfogat. Ez még szörnyű volt, ami eddig is. De szerintem ne is menjünk el. Ne is menjünk tovább. Most kis, hogy, kis hogy, ha kérdezted, tehát azért, hogy kérdezted azt, hogy a podcast, tehát hogy az emberek, azok, akik valami nagy dolgot tettek, értünk, ővelük nagyon szívesen beszélgetnék. Azért, mert ők nagyon érdekelnek, és hiszem azt, hogy ezek ha hallgatják ezt, akkor elgondolkodnak a hétköznapi ember, aki hallgatja, és talán valaki a gyerekeitnek is megmutatja, vagy talán egy fiatal ezt nézi, és azt mondja, hogy csillagász akarok lenni, vagy kutató. Biztos vagyok benne, ez 1000%. Tehát ez jó. Ez jó, mert én engem nagyon zavar az egyébként, hogy, és egyre jobban kezdett zavarni azt, hogyha körbenézünk a kis világunkban, ahol utazunk, a Subway-en, a metrón, a buszok, hogy mindenki nagyon, nagyon egyszerű informálódási formát választja, és bámuljuk a TikTokot, a Instagramot, a Facebookot, és jelentéktelen dolgokkal töltjük az időnket. És ez néha úgy félelemmel tölt, hogy vajon lesz-e a jövőben elegendő tudós vagy tudomány, hogy az életünket vigyük tovább. És van egy olyan félelem, hogy úgy csökken az igény. Nem. Hála Istennek nagyon sok ilyen 16-18 évesen van itt is kint kapcsolatom, és nem. Például itt a szomszéd Marci is, tehát imád olvasni, imádja ezeket az újokat. Bütyköli a telefonját, ő is meg zseniálisan kezeli meg a mi saját számítógépünket is, de annyira érdekli a külvilág, az emberi kapcsolatok, a régi történések, és megnyúszok. Sokszor eszembe jut nekem is egyébként tényleg, amikor látom akár metron, hogy mindenki bújja a telefonját, le van hajolva, nem figyelnek oda, be van dugva a fülük, hallgatnak zenét, vagy bármit hallgatnak, de nem. Tehát azért megnézed itt is az egyetemi jelentkezések számát, tehát nagyon sokan jelentkeznek, és akarják magukat képezni. Ja, de mondjuk az le van butítva, tudod, amiket most tanítanak, de egyetértek veled, hogy igen, de akkor is jelentkezik, mert próbálja. Tehát az, hogy később rájön, hogy le van butítva az egyetemi tanítási módszer, az oké, de mégis jelentkezett, és akar valamit tenni. Tehát hála Istennek, ugye Magyarországon is túljelentkezések vannak bizonyos szakokon. Tehát, hogy ez jó, és ez... De Szebeni Tomi, egyébként olvasom rólad a dolgokat, irdatlan mennyiségű televíziós műsorban részt vettél, és azért ez nagy dolog. Sok. Azt hiszem, én tényleg azt mondhatom, hogy rettenetes szerencsés vagyok abból a szempontból, hogy nagyon élvezem azt a munkát, amit most idén lesz 30 éve, hogy elkezdtem. És a nemekről. Ugye, amikor én azt hittem, vagy azt gondoltam a katonaság után, hogy én színész akarok lenni, és elvégeztem egy színiiskolát, egy magániskolát, ami nem egyenlő az államival. Elvégeztem, sokat tanultam, de rájöttem arra, hogy nem vagyok, nincs hozzá megfelelő tehetségem, hogy színész legyek. És akkor, de hogy mit csináljak, hiszen nem akarok Ceglédre visszamenni, nem akarok bankban dolgozni újra. És akkor a televíziót döntöttem el, és azt csináltam, hogy 1992 tavaszán elkezdtem nézni a magyar televízió műsorait, akkor még csak az volt, és a stábistákat megvártam, és akkor fölírtam, hogy ki a főszerkesztő, producer. Másnap fölhívtam a televízió központi számát, és sikerült mindenkivel beszélnem, Svábi Andrással, Bánó Andrással, Vitrai Tamással, mert kapcsolták, tehát nem volt ilyen szigorú, hogy nem jutsz el hozzájuk, az Istenért se, és kapcsolták, és minden Sárközi Erikával, aki a reggel csinálta, mindenkivel, sikerült, Juszttal is beszéltem, és mindenki elküldött, tehát hogy az volt a válasz, hogy jó, köszönjük, most nem. És nem csüggett, nem adtam fel, mert azt mondom, nem lehet, hogy,
hogy valakinél nem találok egy utat, vagy egy ajtót nem nyitnak nekem. És ez 6 hónappal később megtörtént. A Práger Gyuri, aki azóta már nem él szegény, a Falu TV-t csinálta, és azt mondta nekem, hogy figyelj, hogy ez nekem tetszik, hogy te idejössz magad, vállalod magad, mondod, hogy te tanulni akarod, meg akarod tanulni ezt a szakmát, nem ezt végezted, de meg akarod, és ezt akarod, és én adok neked esélyt. És akkor nem értettem, hogy miért örül ennyire. Én örültem persze, de hogy miért, amit mondasz, miért mondja, és aztán később rájöttem, hiszen számtalanszor azután, miután már televízióban voltam, és már sok műsort csináltam, hát számtalanszor van olyan, hogy mai napig is, hogy megkeres ismerős, távol ismerős, hogy figyelj, mert nem tudod, van a unokahúgom, unokatestvérem, a gyerekemnek a vagy mit tudom, hogy segítse. És azt mondom, hogy nem. És nem azért nem, mert cívtelen vagyok, hanem azt mondom, hogy ha valaki akar valamit, akkor ő jöjjön. Jöjjön ide. Hívjon föl. És mondja azt, hogy figyelj, én nagyon szeretném, és láttam, hallottam, és nagyon szeretném ezt csinálni, hogy de az, hogy a nagynéni, meg a nagybácsi, meg pushingol valakiket, hogy nem, miért? Igazad. Tehát, hogyha valakiben nincs benne az, hogy ő akarja, akkor nem fogok senkinek igen, segíteni. Már későbbi feladatoknál is ki kell menni valahová. Ez egy felelősség, és ez már eleve mutat valamit, hogy jó, de ő nem mersz, akkor nem neki való igen, ez a szakma. Nem. Tehát, ha nem mer, akkor nem való neki. Egyáltalán nem való neki. Képzeld el, Tomi, hogy mi a műsort azért csináljuk, hogy megnézik 6-7-8-10 ezeren, és egy embernél beragad a történet, amit elmesélt az alanyunk, a riporter alany, és az jó, elindíthat benne valamit. És most nálad, ami elindíthat valakiben valamit, például ez a nem, hogy nincs nem. Érted? És nekem ez nagyon tetszik, hogyha ezt most hallja valaki, hogy nincs nem. Tehát kidobnak az egyik ablakon, menj be a másikon. Tehát valahol egyszer úgy is beengednek, hogyha tényleg ezt akarod. Valahogy valamilyen formában igen. Azt természetesen vannak valóban lehetetlen dolgok, de most nem erről beszélek. Tehát, hogyha most én azt mondom, hogy én akarok az Egyesült Államok elnöke lenni, az igen, nyilván, tehát igen. Vannak olyan dolgok, amik természetesen alapból nem. Tehát ez nem lehet, de ez nem ilyenről beszélek, hiszen én nem itt születtem, tehát vannak. Igen. De ugyanakkor én inkább a hétköznapi dolgokra gondolok. Tehát olyan nincs, hogy szerintem azért lett ez a világ, ami lett, mert az ember az felfedezésre született. Tehát, hogy van egy olyan csoport, volt egy olyan csoport a történelem folyamán, akik többet akartak, és így fedeztük fel. Így fedezték fel Afrikából, aztán a környező kontinenseket, aztán így fedezték. Tehát, hogy azért, mert vannak emberek, akik felfedezés. Az ember az felfedező. Szerintem. De mindannyian ezek vagyunk, csak különböző jó, mértékben. Ez is ügyes. Különböző mértékben vagyunk igen. Felfedezők. Kiben, hogy mozdul meg ez a történet? Igen, hogy körbenézel, elinduljak arról a pontról, mert el akarok találni valahová, keresek valamit, és ahogy említetted, igen, persze, hát én sem lehetnék balettművész például, de hogyha ha valamihez értek, vagy magamban én tudom, hogy valami az egy dologhoz értek, akkor igenis kutya kötelességem megtenni, ha tényleg ezt akarom csinálni. Akkor oda menni, bekopogni, itt vagyok, most lehetek a legjobb szakács, vagy autószerelő, vagy bármi lehetnék, vagy tanár, de ott benned kell lenni abbéli tehetségednek, hogy tényleg ezzel kopogtassál, és én erre gondoltam, hogy amikor azt mondod, hogy nincs arra, hogy nem. Igen, mindannyiunkban van valami, ami szenzációs szerintem. Én hiszek abban, hogy minden emberben van. Valami, ez jobban tud érteni, mert érzéke van hozzá, jobban ráindul az agyának az a része, amivel ez. Tehát meg jobban érdekel. Az a lényeg, hogy akard meg, hogy érdekeljen. Tehát, ha valamit akarsz tiszta szívvel és érdekel, akkor addig keresed az utakat, a lehetőségeket, amíg valami, valahol nem találsz egy picike kis ajtónyílást, és akkor azon tudsz tovább menni. Csak mindig nehéz. Sokszor nehéz, tehát 30 év, nekem a mai napig is 30 év alatt, és mindenen soha nem csinálok egyetlen egy műsort sem úgy, vagy egy feladatot sem a televízióban, bármelyik területén, amit így rutinból csinál. Minden egyes munkánál, amikor elindul a munka, akkor egy ilyen adrenalin kezd el kialakulni bennem, és ez egy ilyen, tehát soha nem rutin, szóval csak levettük ezt rutinba, még a hangolámondást sem.
Uh-huh. Tehát minden nap, tehát amikor én a konyhafőnököt például most kimondtam egyébként, hogy a konyhafőnök. Hát nem jó, most akkor eltehetjük az 500 dollárt. De hogy addigra, ha nem írták meg, akkor úgyse fogják a műsor közepén már ezzel foglalkozni. Tehát amikor én a konyhafőnököt csinálom, mindig az új adásban reggel mondjuk az adásokat, az egy, ez egy nagyon, úgy, hogy egyébként mondhatom azt, hogy profi vagyok, mind, tehát hangképzésileg minden, de egy kb. 2-3-4 órát vesz igénybe egy adásnak a felmondása. Valamikor jobb passzban van az ember, jobban összeszedett, akkor csak 2 óra. Valamikor nehezebb, mert akkor 3 óra. Nekem egy-egy adás felvétele után általában nincs, csak egy rövid mosdószünet van, de nincs 10 perc meg 15 perc szünet. Toljuk. Én utána nagyon, tehát ez engem lefáraszt. Tehát agyilag ez koncentrál, van, tehát lefáraszt, és utána nekem egy kicsit pihennem kell. Tehát egy picit relaxálni, ledőlni, egy kicsit megnyugodni, mert hogy minden egyes mondat, amit ugye mikrofonra, azt tudom, hogy menj hány, nagyon nézett a konyhafőnök, tehát hogy nagyon sok millió fölött nézi a nézők, és ez egy felelősség. És hát természetesen nekem fontos az, hogy minden alkalommal a legprofibb formámat hallják. Én nem tudok. Volt olyan, hogy az Istennek nem ment, mert valahogy olyan napom volt. Ez lelkileg történhet sok minden az ember agyában, amikor nem ment, ugye, és kértem azt az Anettől, hogy holnap mondjuk föl újra. Mert hogy most nem egyszer nem vagyok képes arra, hogy mert nem lehet rutinból csinálni ezt. Ez túl hosszú ahhoz. Uh-huh. És én boldog vagyok, hogy tehát minden műsorban, ha szerkesztek, ha hangot mondok, ha vágok, akkor egyszerűen bele húz a dolog. És ez olyan nagyszerű érzést ad egyébként. Amikor elkészülsz a produktummal, akkor úgy azt mondod, hogy ez úgy... Valamit létrehoztál aznap, és igen, hát ezerszer éreztük már, igen, és ugye Péter, persze. Tudjuk ezt nagyon. Örvényszerűen így behúz, és ott vagy benne. Igen. És azt, hogy azt mondtad, most lehet, hogy páron fölkapták a fejüket, hogy pihenni kell utána, valóban tényleg kell. Tehát, hogyha ha te így ennyire oda teszed magad agyban, fizikálisan is minden, hogy az kifáraszt. Tehát, hogy elég fárasztó tud lenni. A színészeknek is egyébként. Tehát, pontosan tegnap előtt láttam a Tina Turner show-t újra. Ne beszélj, mert elkezdek dobálni mindent, mert mi is nézni akarjuk. És az a kis csaj, és volt megint, mert én Broadway Lottery-vel játszom, és most, mert ugye annyi pénzem nem nincs egyébként, nagyon sokszor láttam a Tina Turnert, és a Tina Turner musical volt az utolsó show, amit a Covid zárás előtt 2020-ban megnéztem, március 14-én volt talán, és most újra megtudtam, nyertünk jegyet, és most új színész szereposztás van egyébként, uh-huh. És azt néztem, hogy többes szereposztás lehet, mert van olyan nap, amikor duplát tolnak. Tehát a Tina Turner karakterét játszó, illetve az Ike Turner karakterét játszó színészek, ők ketten, de a Tina Turner magasan a karakter van. Gyakorlatilag az átöltözésen kívül ő mindig ott van, és nagyon durván le kell tolni ezt, mind fizikailag, mozgásban, mind hangilag. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy utána egy ilyen, sőt, hát például, az opera énekesek, ők miután van egy előadásuk, ők másnap nem képesek kiállni még egyszer. Tehát neki kell az opera énekeseknek még egy nap, vagy kettő, amíg összeszedi magát újra. Ja. Hiszen ott ez egy nagyon kemény feladat. A Tina Turner-t azt nagyon meg akartuk nézni mi is. A Tina Turner az egy, azt hiszem, hogy az a legeslegjobb. Az életem eddig. Láttuk a beharangozóját, és az a hölgy, akit mi láttunk, olyasmi magas lehet, mint a kisvörös, ilyen alacsonyabb színű. Az Adrian Warren volt valószínűleg. Az a hang. Adrian tehát, Warren. Aki a Tina Turner-t így el tudja énekelni, megemelem a kalapom. Tehát ez zseniális. És azért tetszett nagyon, hogy ő azért magát tette bele, igen. És hasonlít a hangja rá valamennyire, de hogy nem akarta leutánozni a Tina Turner-t, hanem ő eljátszotta a saját Tina Turner-ét, és ez nagyon meg akartuk nézni. Csak az első kérdés az volt akkoriban, hogy van oltási igazolvány, nincs. Már lapoztunk is a következő kérdésre. Én azon csodálkozok, hogy itt arról beszéltek, hogy pihenni kell azután, meg
Pihenés, az micsoda? Hát tudod, múlt héten is hazajöttünk a buliból, 4.30, 7.30-kor kezdtem, a 7.30-kor keltem, vágtam a műsort, bum, föltettem, és már jöttem ide. Szóval van ilyen, előfordul, amikor nem tudok pihenni, de ha van alkalmam rá, akkor nekem a hangolámadás után, vagy egy forgatás után nekem az kell, hogy csend legyen, ne beszéljek senkihez, nem azért, mert ideges vagyok, csak szerettek lenyugodni. Tehát leülni, inni valamit, egy teát, vagy enni valamit nyugodtan, csendben, lehetőleg egyedül. De én a Tamás mellett vagyok azért, mert amikor én konferáltam ilyen szépségversenyeket, vagy bármilyen nagyobb eseményt, és tényleg oda kellett koncentrálni a szövegre, mert ugye nem mindegy, hogy mit olvasok föl, hogy a versenyző mit csinált eddig, hogy csinálta, és ha oda koncentrál, azért az kimerít. És utána muszáj nagyot szusszannod meg úgy magadból. Igen, de nem mindig van rá. Tehát volt nekem is olyan, hogy hangot mondtam, és már mennem kellett, vagy forgatni. Tehát amikor volt olyan nap, amikor, mint ahogy Péter, amikor nem tudod beiktatni. Tehát van olyan, és van olyan is, hogy éjszakai dolgozol, estig, és aztán reggel megint 8-kor már ott tőlök a mikrofon. De ez büntetlenül nem tud menni folyamatosan. Hosszú távon. 2-3 nap után kipurcan az ember. Tehát hogy muszáj csendben lenni. És most a Peti, magadod már, ne engem. Téged nézünk, hogy te hogy csóválod a fejed, Péter, de hát sajnos ugye rajtad látjuk is a problémákat, hogy igen, ezt a fejed kapjuk. Szebeni Tomi a mai vendégünk. Igen. Azt akartam mondani, hogy van egy érdekes része is az életemnek, amit talán sokan nem tudnak. És én most már bátran merek beszélni erről, mert azt gondolom, hogy ez ugyanúgy része az életünknek, csak tabuként kezeljük. Ugye a 2000-es évek előtt, tehát a 90-es évek közepétől, 90-es évek második felétől, egészen 2000-es évek, 2010-ig Magyarország, hát ugye nem csak arról volt híres, hogy a téli szalám, meg ezekről, hanem arról is híres volt, hogy Magyarország volt egy nagy felnőtt filmek hazája, ahol nagyon sok felnőtt filmet forgattak, ugye ezek, ha valaki nem tudja, mi a felnőtt film az, amikor egy erotikus, tehát hogy fiúk, lányok, lengyel akit mindenki látott, csak először ugye Németországból importáltuk be ezeket a DVD-ket. VHS-eket. VHS-eket, hogy csókolj meg, igen, szeretlek. És akkor ez egy hangszinten minden. Én is szinkronizáltam egyébként felnőtt filmet. Szinkronizáltam, és jó pénzt adtok. 90-es évek közepén valahogy. Nem is 93-94 körül szinkronizáltunk rendesen felnőtt filmeket a iskolába, hova jártam. De most nem lehet kimondani a nevét, hogy pornofilmek. Pornofilmek, beszéljünk akkor pornofilmekről. Igen. Tehát, hogy de ki lehet mondani egyébként, tehát, hogy én nem szégyellem a dolgot. És azt még nagyon tudni kell, hogy a 90-es évek második felétől nagyon sok, főleg amerikai, nyugat-európai produkciós cég érkezett Magyarországra, hogy forgasson filmeket, amiért ma is már nem a pornókampanik, hanem ugye a rendes játékfilm mozis sok forog Magyarországon, mert olcsóbb. Tehát a helyszínek olcsóbbak, a kamera olcsóbb, tehát minden olcsóbb, mint mondjuk ha Amerikába forgatnák. Tehát ez volt az oka, hogy olcsóvá tudták tenni, és minden az üzletről szól, tehát a pornó biznisz is az üzlet, mennyi pénzt tudnak egy adott forgatás alatt, vagy mennyit tudnak kihúzni aztán a piacon. És hát nagyon sok forgatás érkezett ide, és mondhatom azt, hogy az összes kollégám, a televíziós kollégám, nagyon sok, legalábbis a technikai operatőrök, világosítók, hangmérnökök, szinte mindegyik dolgozott. Mert nagyon jó pénzt fizettek, és én is így kerültem bele. Pontosabban én nem így, mert szerkesztő voltam, én úgy kerültem bele, hogy a Fókuszba forgattam erotikus témájú anyagokat, tehát ilyen aktfotózást, meg ilyeneket. Emlékszem, az első anyagom Égerházi Zsanett volt, akivel azóta is nagyon jobb vagyok. Ő egy csodálatos, gyönyörű aktmodell volt, és ma már produkciós cége van, de az Égerházi Zsanett, hogy be is tudod ütni, hogy Égerházi Zsanett, gyönyörű, tényleg egy szőke, ő volt az első, egy aktfotózás volt, és ezt csinálott az első erotikus anyagom, és valahogy így szakosodtam ez irányba. Az egyik téma hozta a másikat, akkor a producer, akivel figyelj, jön megint ez, meg gyere ki forgatni. Tehát, hogy amelyik irányba elindulsz, ott kaptál újabb témákat.
És így ismerkedtem meg Magyarország szuper nagy rendezőjével, Kovival, akit nagyon szeretek, igen, Égerházi Zsonettő. Nem, ő nem az Égerházi Zsonettő, ő egy másik, Csajszi. Ő például kolléganőm volt, tehát asszisztens volt, és miután elkezdtem forgatni, megismerkedett a stábból, és hát jobban fizettek, mint asszisztensként. Tehát ő az Anett, akit nagyon szeretek. Tényleg ez így történt. Égerházi Zsonett, így is, Zsonett Égerházi, mondjam, mutatom, ha kiadod akkor, hogy melyik. Megvan. Igen, ő az Égerházi Zsonett. Így van. Azt mondom, hogy Szinti, talán milyen néven van itt? Én nem tudom, nem nézik én filmeket. Igen, hát elég sokat veszítettél. Ő csak aktmodell, tehát ő nem pornó. De aztán később elkezdett pornózni, de ő csak lányokkal. Uh-huh. Tehát, hogy Égerházi Zsonett imádnivaló. Tehát olyan gyönyörű egyébként a lány, hogy de én aktotózással ismerkedtem meg vele. Uh-huh. És mai napig is nagyon jobb vagyunk, tehát hogy imádom. Azt hiszem Cindy vagy Sandy, hogy is hívták a művész nevét? Meg fogod találni majd. Igen, például ott is a egy lejjebb. Igen, ő a Zsonett. Gyönyörű. Tehát, hogy, és nagyon jóban vagyunk. Dennis Milani. Itt van. Nem ő készítette a fotót, lehet. Lényeg az, hogy megismerkedtem a Kovival egyik forgatáson, amikor csináltam róla, és aztán a Kovi szólt nekem, hogy te figyelj már, ez 98-ban volt, hogy figyelj már, Tomi, jön egy amerikai producer ide ki, és hogy meleg filmet, meleg pornót készít itt magyar fiúkkal, hogy akarod a témát? Mondom, persze, hát csináljuk, megkaptam engedélyt rá. De akkor mondta, hogy én rendezem, de én nem akarok erről, nagyon, tehát nem kerültek képbe, mert az ő imázsát, a pénzért Kovi megrendezte, de nem akarta az imázsát lerombolni, hogy a Kovi, a nagy Kovi, az meleg. Tehát, hogy akkor az amerikai producer nyilatkozott, és a Kovi ezt csak azért csinálta, mert ez is egyfajta pénz. És aztán az amerikai producer, de a forgatáson megismerkedtem, és akkor legközelebb jött, akkor a Kovi mondta, hogy te figyelj, már akarod csinálni, mert hogy ő neki annyi munkája van, ennek nem fér ezzel itt a dologba, tehát hogy nyugodtan, és az amerikai producer, úgy kerültem bele a pornóvilágába, hogy mire után forgattam vele interjút, a következő mint a pár hónapra rájött, és kérdezte, hogy Tomi, jönnék ide megint, hogy tudnál segíteni, kamera kéne, lámpa kéne, monitor, minden, és akkor mondom, persze. Kaptam érte $200 naponta, hát ez 99-ben volt. Hát vicces. $200 csak azért, hogy ezeket a cuccokat én odaviszem, ott várok, és aztán és első forgatási napon akkor még ő volt az operatőr, de egy túlsúlyos emberke volt, hát kövér, szegény, és nagyon jó lelkű ember, tényleg vicces, vidám, de mondja nekem forgatás végén, azt mondja, hogy figyelj már, adok neked még $200 pluszba, de nem lehet az, hogy te forgatod a kamerát, te kezdés, csak hogy ülök a monitort nézem, mondom, hogy ne, még $200. Hibátlan. Tehát gondolj be, hogy forgattunk egy hétig, napi $400, tehát az nekem 7. 4728, 2800. Tehát, hogy az 99-ben. És aztán egy idő után már mondta, hogy a Márk, hogy te figyelj már, én te kurva profi vagy, én nem jönnék már ide el, mert ő nem, tehát, tud, nagyon nagy súlyú volt, aha, neki nehéz volt nyűgös utazni. Volt, igen. Nyűgös volt, forgasd le, modelleket kiválogatta, forgasd le és küldd el az anyagot nekem, és így indult a történet. És aztán dolgoztam a világ legnagyobb a meleg pornós cégeivel, és a televízióban ezt mindenki tudta, és annak idején a civil életben viszont nem, de most már nem, tudod, az más volt azért, mölöpor, mi az, hogy buzik meg ez. Tehát, hogy ezt így nem akartam, ezt a történetet, ez pénzről szólt, egyáltalán nem volt ez, tehát, hogy ez is egy szakma. És azokkal az operatőrökkel forgattam, később már rendezők voltam, és hívtam az operatőr kollégáimat, akik, nem tudom, lehet, hogy következő nap fókuszt forgatok, vagy előző nap fókuszt forgattam, vagy éppen mást, híradót. És nagyon szerettük, mert pénz is volt, nagyon, nagyon, azt tudni kell, hogy én forgattam hetero filmet is egyébként, hetero pornót, és azok nagyon nehezek voltak. A lányokkal nagyon sok probléma van. Ők ahogy az életben is azért ők azért feszelegnek. Uh-huh. Tehát a pornoforgatásban is nem az volt a legjellemzőbb, hogy nyugalom volt. Tehát, nagyon, tehát volt ott hiszti, meg minden. A fiúk, amikor csak fiúk voltak ott, akkor nagyon-nagyon nyugodt volt. Az operatőr kollégáim mondták is, hogy jobb, sokkal jobban szeretik a meleg pornó forgatást, mert nagyon kellemes, nyugodt környezet van. A mi szempontunkból teljesen mindegy az. Mi létrehozunk egy alkotást. Most mondhatna pár, tehát, mint ahogy kaptam is, hogy Judáldus, Izot nézni,
figyelj, amikor forgatsz egy játékfilmet, és egy tömeggyilkos jelenetet veszel föl, amiben halálra öli a sorozatgyilkos, az miben, az miben jobb, mintha nekünk van egy feladat, amit meg kell oldanunk. Mindenki azért van ott, mert egy feladatot kapott, most tömeggyilkost játszik, vagy éppen egy pornófilmben van. Igen. Az ilyen szempontból teljesen mindegy, nekünk rögzíteni kell, és a lehető legjobbat kihozni ebből a történetből. Tehát mi egyikünk sem, soha nem úgy néztünk. Talán az első, amikor először láttam a Covinál, akkor mondtam, hú, azért ez egy kicsit élőben így. Így nagyon izgalmas, meg furcsább, de nem azt mondom, hogy jaj, ne, nem, hanem egy új impulzus volt. De utána már nem, és nagyon érdekes a történet, én kulisszatitkokat árulok el, hogy bizony a titok, amit nem tudnak sokan, hogy nagyon sok ugye a lányoknak elég könnyű a dolguk, mert hiszen csak szétrakják a lábukat, tárogatják, és kész a történet, tehát ők már csak el kell játszani. Hát a fiúknál azért nehezebb, mert ugye ott produkálni kell valamiféle álló szerkezetet, és az azért egy forgatásnál volt úgy, hogy sokszor szegény fiú, aki első filmes volt, hát bizony nagyon meg volt illetődve. Nem azért, mert gyáva volt, csak gondolj bele, ott van a stáb, fülesekkel, lámpákkal, kamerákkal, hány mikrofonokkal. Körülbelül. Nem olyan túl sok, de mint a két operatőr, egy hangmérnök, te világos, tehát egy 3-4 ember, de a Covinál például sokkal többen. Tehát amikor a Covival forgott, akkor sokkal többen voltak ott, tehát akkor 10-15 ember is ott volt, de ez én forgatásaimon kevesen. De akkor is egy új embernek, aki oda megy és levetkőzni mezítelenre, tehát magadat teljesen egy kiszól, nem is tudom, hogy is mondjam ezt, hogy mert ugye általában mi az ember ruhában közlekedik. És igen, otthon szokott hát otthon, igen. Igen. Tehát, hogy ott állsz, nem is ott kiszolgáltatod, mert nem bántott ott senki, csak levetkőztetve ott állsz egymagadban. És csak úgy indul, kettes. Igen, és éppen ezért volt az, hogy én nagyon sokat beszélgettem a szereplőkkel, miről, tehát hogy próbáltam azt, hogy nyugodjanak meg, és hogy izé számunkra ez nem jelentett semmit. Tehát, hogy semmilyen szinten nem jelentett semmit. Tehát, hogy pont azon, igen, a titok. Ugye manapság, de akkor is már volt. Van egyfajta injekció, amit beadunk a fiúknak a péniszébe, és ez speciálisan erre van kifejlesztve. Nem a pornofilmekre, hanem azoknak az embereknek, akinek merevedési problémáik vannak. A tudomány már tud egy segítséget rá, de mi ezt azért alkalmaztuk, mert ugyanez pénz. Minden egyes óra, minden egyes plusz nap, plusz pénz. És a fiúknak pedig sokkal nagyobb könnyed nyugalom volt az, hogy hopp, nem kell izgulnom, mert úgy is fog működni a történet. Tehát, hogy egy injekciót használunk, és ezt nagyon sokan használják a pornók világában, azt nem hirdetjük, nem mondjuk, egyébként nem mondják a fiúk el, de ez minden, tehát ahogy sminket használnak, ahogy segédeszközöket használnak, ezt kell használni, mert ez biztosítja az, amit a néző akar. Ugyanis egyetlen egy néző sem akarja azt látni, hogy valaki ott szerencsétlenkedik és nem működik neki. Igen. Azt a filmet kidobják, azt nem kell, azt nem veszik meg. Tehát a néző követeli meg azt, hogy Péter, mit kemények szeretném? Legyen. Annyira, igen. Annyira. A múlt heti adást úgy kezdtük, hogy itt volt a Senek Ákos, aki kaszkadőr, és Attila azt kérdezte, vagy azt mondta neki, hogy a kisvörös mindig azt mondja, hogy felvétel van. Akkor ebbe a... Bárki bármilyen tevékenységet végez, és ő fantáziát lát, legalábbis elképzel engem abba a tevékenységbe, akkor kérdezem meg, hogy van-e felvétel. Most a Péter arra gondolt, hogy a pornóiparban van-e felvételim. Na most nálam az a probléma, hogy én biztos, hogy ideges lennék, mert én mindig azt a példát szoktam, mert nekem is egy-két havarom operatőrként, hangmérnökként dolgozott ilyen pornófilmekben. És azt mondta, hogy ne hidd el azt, hogy annyira könnyű, mint ahogy azt elképzeled. Ugye sokan azt mondják, elmegyek pornófilmbe, és mennyi csajom lesz, vagy fickom. Persze. Hogy hát teljesen egyszerű. És akkor mondom, és ő magyarázta el, és persze hát sejtettem, hogy ez ugyanaz, mikor elmész például a nyilvános WC-be pisilni, mint fiúk, és ugye ott állunk egymás mellett 21-en, vagy 11-en, vagy tök mindegy mennyi, és néha még a pisilés is nehéz, de most gondold el, hogy ezt úgy eljátszani a semmivel, hogy tényleg hát ott van 3-4 kamera. Nem mindenki képes rá. Igen. Tehát, hogy volt az életem során olyan fiú, aki sajnos nem tudta ezt a dolgot. Nagyon kevés, mert nagyon
nagyon ügyeltem a fiúknak a lelki világára, ugye én igazából a meleg pornóra szakosodtam rá, és nagyon ügyeltem arra, hogy, és általában heteró fiúkkal forgattuk. Nagyon sokan kérdezhetik, vagy kérdezték, hogy hogy bírják azt. Gyerekek úgy, hogy amikor odajött hozzám egy Nyíregyházáról egy fiú, egy nagyon szerény, aranyos, mai napig nagyon-nagyon szeretem őt, mindig szerettem, és odajön azt mondja, hogy hát ő 40 ezer forintot, asztalosként dolgozott, és 40 ezer forintot, ez 20 évvel ezelőtt volt, 40 ezer forintot kap egy hónappa. És akkor azt mondtam neki, hogy én adok neked 100 ezer forintot egy napra, egy jelenetre, és kapsz 4 jelenetet. És leakadt az álla, úgy, mint most az a én. És lehet, hogy ez neked nem emberek, persze 10 emberből 9 azt mondja, hogy még ekkor se. Uh-huh. De egy ember annyira sokat nélkülözött, és annyira szeretne egy picit jobb életet, hogy azt mondja, hogy megteszem. És azt is hozzá kell tegyem, hogy én bennem nagyon bíztak a fiúk, és nagyon majdnap, biztos, hogy valaki lát véletlenül, hogy ezért mai napig is sokan rám írnak a Facebookon néhányan, hogy nagyon szép emlékeim vannak, és nagy szeretettel gondolnak rám. És ennek sok oka van. De hogy mindig próbáltam a legszívmelengetőbb beszélgetéssel, mielőtt ők forgatnak, az első filmesek, soha nem kiabáltam velük, soha nem sürgettem őket. Azért nem csak az, hogy injekció, oké, rendben, az működik, de van itt egy végén, amikor produkálni kell egyfajta ejakulátumot, az egy még egy nagyon nehéz történet. És volt olyan fiúk az első filmjénél, aztán persze iszonyatosan világprofi lett belőle, klasszis lett belőle, az első filmjénél 5 vagy 6 órát vártunk arra, hogy ő produkálja ezt az elmenést, és nem teheted meg azt, mert a stábom is olyan stábom volt, akik szótlanul, kedvesen, türelemmel voltak. Mert ha itt valakit egy rossz szóval begörcsöltetsz, annak vége. Akkor olyan lelki, és ezt nem akartam egyik fiúnál sem. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy ez egy köztudott tény, és ez nem a COVID. Mert a COVID nagyon-nagyon rendes, borzasztó, jó fej, csak jót tudok mondani a COVID-ról. De bizony voltak rendezők többsége, ez a heteróban és a melegben is így van, a heterók rendezők többsége igényli azt, hogy a szereplők vele, ő legyen az első a rendező, aki mondjuk így lekasztingolja. És tehát magyarán le kell vele feküdni a rendezővel. És én soha nem, semmilyen formában soha nem tettem. Ennek sok oka van. Azért, mert hogyan tudsz rendezni valakit, hogyha előző nap ott térdelsz, vagy akármi történik, mert onnantól kezdve megszűnik az a hierarchia, az a pozíció, onnantól kezdve nem úgy gondolnak rád, megszűnik ez a dolog, és ezt nagyon mélyen kell, soha nem izgatott, és nem is érdekelt, és nagyon és ez nem csak így, hanem a sima televíziós munkáimban is soha nem volt, hogy bármelyik riportalannyal valamiféle kontextus összejöjjön, vagy valami történjen, mert ezt így szigorúan távol kell tartanod magad tőle, és mondta is az egyik brazil fiú, hogy én vagyok az egyetlen az életében olyan rendező, aki nem mozdult rá, akinek nem kellett csinálni valamit, hogy jelenetet kapjon. Uh-huh. És nem, és ez nekem egy jó. Ami érdekes a dolog, hogy ez pénzkeresetnek indult, az is volt, de azért fontos volt, hogy mit adok ki a kezemből. Tehát én minden forgatáson ott azért egy kicsit öregettem. Azért, mert a magyar emberben alapvetően egy kicsit gátlásosak. Tehát még egy amerikai, én forgattam a Terra Patrickot, megkeresed a Terra Patrick, Terra Patrick ő az egyik leghíresebb hölgy, pornósztár. Forgattam vele, amikor ő 24 éves volt, és Los Angelesben él, Terra Patrick, és megtaláltad? Igen, Terra Patrick. Ja. Hát bármikor forgatsz vele, szóljál nyugodt. Ez nekem mostani, szóljál nyugodt. Mostani képek, de amikor fiatal volt, még hát már azért gyönyörű. És megérkezett a repülőtérre, Budapestre, és alig ismertem föl, mert olyan szerényen, csak egy nagyon light, tehát nem úgy, mint amire azt mondja, ez is egy biztos egy pornós kurva. Uh-huh. Tehát, hogy nem így. És hallatlan kedvességgel bánt minden
fiúval, akik voltak új fiúk, akikkel forgatott, és olyan szeretettel bánt még a forgatás előtt velük, hogy nyugodjanak meg. Uh-huh. Azért egyrészt, hogy itt van egy gyönyörű lány, egy hatalmas pornosztár, vagyok, hogy teljesítek, hogy sikerül-e, és olyan ez az amerikaiak. Tehát amerikai, és a magyar lány meg azt csinálta, hogy áll, és azt mondja, na, föl tud állítani? Uh-huh. És mondom, hogy mit, figyelj, mondom, félhívtam a lányt, azt mondom, hogy hallgassál, mert hogy neked is volt egy első alkalmad, és neked sokkal könnyebb dolgod van, úgyhogy vagy most abba hagyod ezt a stílust, vagy azonnal hívok egy másik lányt. Tehát, hogy ezt én nem engedem meg. Tehát, hogy nem engedtem soha. És lényeg az, hogy mindig fontos volt az produktum. És 2008-ban ugye van nagyon sok díj van a filmben is. Sok díj van, de tudjuk azt, hogy nagyon sok díj, nagyon sok awards az csak kamu. Tehát az van, hogy beadhatod az kis filmedet velem, fizetsz érte beugrót, és aztán ki, de semmit nem ér szakmailag, semmit nem ér se pornóba is. Nagyon sok ilyen fizetsz, mint egy ilyen hát meg applikációs a... díj. Igen, applikációs igen. Díj. És akkor dobnak mindenkinek valamit, hogy meg legyen elégedve. Mindenféle. Tehát az van, hogy de ezek nem érnek szakmailag semmit, mert a zsűri, az semmit, az csak a pénzre megy rá. Van néhány olyan, nagyon kevés olyan, például már most is ugye botrány volt ugye a Golden Globe-ból, már azok is ugye kiderült, hogy korruptak az egész. Az Oscar díj, meg az Emmy talán, ami a legmagasabb. És a pornó Oscarjának az AVN díjat tartják. Az AVN az egy magazin, egy erotikus magazin. Évtizedek óta létezik AVN, AVN magazin, tehát nem dupla V, csak sima V. És annak van egy meleg szekciója, a GVN, és ezt a kettőt tartják a Wikipédiára, megnézed, akkor ezt mondják, hogy ez az adult filmek Oscar díja. És neked volt olyan filmed, ami 2008-ban... Már csak azért szólaljunk már meg mi is, Peti, te is harcoljál, hogy meg tudjuk a Tomi mellett szólalni. Imádom. 2008-ban egyszer csak értesítést kaptam, hogy már 2007 decemberében, hogy jelölték kettő filmemet a 2008-ban februárjában kiosztandó GVN Awards-ra, és annyi a különbség, hogy az Oscarban 5 nomináció van egy kategóriában, itt 10 nomináció van. A legjobb külföldi film kategóriájában jelölték két filmemet, tehát hatalmas nagy cégekkel voltam együtt, de 8 külön, tehát 6 különböző cég, plusz még az én két filmem. Tehát, hogy 6 különböző gyártó különböző filmje, de nekem volt egyedüli, úgyhogy két filmem is benne volt ebbe, és aztán meg is nyerte az egyik film. Tehát, hogy 2008-ban én kaptam meg a legjobb külföldi, úgyhogy az amerikai díj, a legjobb nem amerikai film, tehát legjobb külföldi film, a legjobb külföldi film kategória győztese. És ez egy nagyon mai napig is én büszke vagyok rá. Azért, mert ez a cég, az semmiből, tehát én nem harcoltam érte, nem pályáztam, nem lehet pályázni. Tehát nincs applikációs díj, aha, semmi. Ők kiválasztják. Tehát ők választják ki. Uh-huh. Tehát nem lehet lefizetni őket. Tehát ők kiválasztják. De egyébként itt a filmeket valahová fölteszitek? Vagy abban az időben? Nem, ugye... hát ez úgy, hogy van, tehát én vagy gyártom, és nekem kellett egy forgalmazót találnom. Tehát egy forgalmazóim voltak nekem. Ja, és azokon keresztül így van. Tehát olyan, mint a filmeket. Így van. Tehát olyan, mint a Universal Studios, ő a forgalmazó, de mit tudom én, ki van adva a Caesar Company. Caesar Patkos Company-nak, és ők gyártják. Nem, bocs, de Patkos Caesar. Patkos Caesar, igen. Az, amikor a divák, ugye? Yeah. Divák. Divas Life. Ja, de hagyjuk. Hagyjuk nyugodtan. Na és aztán ugye az egyik cég volt az, amelyik akkor gyártottam, de egy másik cégnek is gyártottam, egy másikat. Tehát két különböző cégnek uh-huh. gyártottam, de az én filmem volt mind a kettő. És 2008-ban február végén történt meg az, és akkor el is küldték nekem a díjat. Tehát azt most Magyarországon, de el akarom hozni ide. Meg is kaptam, tehát, hogy ez egy óriási elismerés volt, egy boldogság, tehát, hogy a szakmában itt gratuláltak, valamint a pornó felnőtt filmek szakmában gratuláltak, és ami nagyon éles, ami nagyon jól jellemzi Magyarországot, hogy
a Velvet akkor írt egy cikket, amiben gyakorlatilag hát eléggé hát negatívan állították be a szereplőimet, a magát ezt a tényt, hogy meleg, egyáltalán meleg pornó, az most ez itt mennyire gyalázatos történet, és ez 2008-ban volt, tehát 14 évvel ezelőtt, és akkor ezt föl is kapta a sajtó, tehát a TV2 ottan bementek, és furcsa, mert hogy tudod, minden fikció, tehát hogy, hogy mindig jeleneteket való bele kell helyezni. Általában van egy törvénye neki a meleg vonalom, azokat a filmeket szereti a közönség, ahol a szereplők meglehetősen macsós, férfias, tehát nagyon sokszor, nagyon sok film, meleg felnőtt film, benne a szereplők fikcionált témája az mondjuk militári, tehát hadsereg, katonák, focisták, sportoló, tehát kőműves, tehát olyanok, amelyekről a közhiedelem azt mondja, hogy ők biztos nagy heterok, ami persze nyilván nem igaz, de hogy ilyeneket kellett, és nekem ugye volt egy ötletem, ott a boxolókat választottam, nem gondoltam arra, hogy ezzel kiütöm a biztosítékot. De nem is gondoltam arra, hogy, hogy ez így ez fölmerült. Tehát egy fikció volt, boxolók voltak, és mindenek után nemzetközi volt a stáb, tehát brazilok voltak, németek voltak, magyarok voltak, szerb volt, tehát nagyon nagy volt a fiúk, így nagyon nehezen tudtam megoldani azt, hogy hogy a picset nem beszélhetnek mindenki magyarul, mert ők nem értik. Tehát a sztorit úgy kellett tálalnom, kitalálom, hogy jobb, egy box edzőtábor, valahol, ahol nemzetközi edzőtábor. És tehát amikor a Velvet újságírója fölhívott engem, és elmondtam neki mindent, hogy hogy működik, és nagyon szépen beszélt, és azt mondta, hogy ez egy jó cikk lesz. És erre a címszó az volt, hogy ő megkereste az újságíró, amit nem tudom, hogy miért releváns ez a dolog, a box szövetségnek az elnökét, a Magyar Box Szövetség elnökét megkereste, mit szól hozzá, hogy egy boxolókról szóló filmet a melegben. És az Csötönyi István, aki akkor volt a box szövetség elnöke, az fröcsköl, gyalázatos, micsoda egy mocskos, ahogy bemutatjuk, a boxolók azok nem melegek, és ez tehát egy fröcskölődő történet lett belőle, de hogy miért? Hogyha én egy játékfilmet csinálok, amiben egy gyilkos, mondjuk boxoló egyébként, akkor senki nem háborodik föl. Sőt, tovább megyek. Ha ugyanez egy hetero filmben történt volna meg, akkor nem lett volna baj. És a sors fintora és iróniája, hogy néhány évvel később, ez volt 2008-ban, 2012-ben, Való Világot, vagy 11-ben talán, nem is tudom, 12 volt. A Való Világot újra szerkesztettem, valamileg 5-öt talán, vagy a 6-ot, már nem is emlékszem rá, de úgy újra szerkesztő voltam benne, és nagyon izgalmas volt annak idején a Való Világ box villa box. Ugye ezt többször eljátszottuk már, és akkor tényleg készültek, és ilyenkor mindig a Magyar Birkózó Szövetség volt a partnerünk, és amikor én, ez az én feladatom volt a soron következő Való Világ villa box lebonyolítása, és hát akkor Csötönyi Istvánnal, ugye, és a Csötönyi István nem emlékezett, gondolom, a nevemre, és mondta, hogy Szebeni úr, hát nagyon örülünk magának, hogy újra, és a box, hogy mondom, jól van, mondom, Csötönyi úr. Nem hoztam föl neki, mert teljesen értelmetlen a dolog, de hát azóta sok, ugye eltelt egy csomó év, és nagyon sok ember coming out-ol, tök köztük boxoló is, például egy latin, nem emlékszem a nevére, de egy latin, spanyol származású, világhíres profi boxoló is coming out-olt, hogy meleg. Tehát, hogy Csötönyinek, tehát, hogy nem, igazából nem is a Csötönyi volt itt a hő, hanem az újságíró, mert semmi, tehát abszolút irreleváns az történet. Tehát az igen, kár volt összekapcsolni. Igen, tehát semmiképpen nem. Szebeni Tomi. Hát az igazság, hát ha nem kezdünk vonatot, az igazság, hogy téged lehetne hallgatni 3,5 óráig, csak most nagyon elmentünk ebbe a részbe, tehát ezt is csináltad többek között. Ezt is. És most milyen újabb feladatok várnak rád, vagy mi az, ami megtalált téged, és akarsz csinálni? Tehát most indul nem sokkal, most már elkezdik a forgatását a Konyhafőnök következő epizódjának néhány napon belül. Még egy kérdés. Igen? És ott, amik elkészülnek, kajcsik, azokat meg lehet enni, vagy megeszitek utána, vagy mit? Én nem voltam a forgatásokon nagyon sose. Azokat nem eszik meg, mert a zsűri elkezd megenni mindegyiket. Ugyan nincs bevágva, de mindegyik embernek az ételét megkóstolják. Tehát azt már azért nem szokták úgy oda. Amit viszont tudni lehet, hogy most így nagyon sok ember, meg az anyukám is mondanak, hogy mennyit pocsékolnak,
valóban van, hogy egész fél bárányból kivágnak csak egy pici húst, de hogy nincs pocsékolás. Minden egyes maradékot azt jótékony cégre ajánlják fel, ami fogyasztható még, ami esetleg nem azt az állatkertnek, tehát állatmenhelyeknek ajánlják fel, vagy az állatkertnek, tehát nincs semmi kidobva. De jó, hogy ezt mondod. Nincs semmi kidobva, de nagyon ügyel a Márti, Bagi Márta az én producerem ennek a műsornak, és nagyon szeretek vele dolgozni. I love you, Márta. És erre nagyon figyel az egész táv. Ez jó, ez tetszik. Az egész táv, hogy ne legyen az, mert hogy látszólag tényleg óriási pocsikolás lehetne, igen. De nem az. Tehát minden, ami ugyanezek nagyon frissen kerülnek be, azt tudni kell a sorozatról, hogy nagyon fontos számunkra az, hogy új dolgokat ismertessenek, meg nagyon sok olyan húsfajtát, zöldségfajtát, gyümölcsfajtát kerülnek, amit nem ismersz, és otthon nem is lehet megkapni. Uh-huh. Amit külön speciálisan rendelnek különböző országokból, gyors futárszolgálattal, vagy nem tudom, hogy hívják, tehát hogy a gyors postaszolgálattal, tehát hogy ezt külön hozatják azokat csak azért, hogy az embereknek a gasztronómiai kicsit fejlődjön, táguljon. Hogy használj. Igen. És nagyon érdekes, mert ennek a konyhafőnök hatására indult el egy olyan mozgalom, hogy főzni valamit. És nagyon, én azt gondolom, hogy nem sokszor volt lehetőségem fine dining, ugye úgy hívják a fine dining, amikor nem az étel mennyiségé miatt mész egy étterembe, hanem a külalakja és a minősége miatt. Tehát ez általában pici adagok, amit hétköznap nyilván nem csinálnál meg, mert nagyon sok munka, pepecselős munka megcsinálni, de sok embernek elindította a fantáziáját, mert, és én is szeretnék, ha annyi időm lenne, hogy tanuljak többet főzni, hogy hogyan kell ezeket, mert azt hiszem nincsen olyan jobb dolog, amikor mondjuk kitalálod azt, hogy meghív mondjuk benneteket, mit tudom én, két hét múlva, és valami olyat rakni elétek, ami nem egy töltött káposztam, persze az is nagyon finom tud lenni, de hogy valami olyat, amivel azt mondod, hogy basszus. Igen, ez ilyen különleges. Ez egy ilyen, még sose ettem. És Tamás, van-e édesség része? Tehát van. Teszed? És van? Most igen, tavaly volt az első széria, és imádnám. Most igen, most indul újra, tehát ahogy a konyhafőnöknek a tavaszi szériája véget ér, ami adásba kerül szerintem olyan április környékén, februárban kezdik el rögzíteni, utána rögtön elkezdik rögzíteni március-április környékén a Mester Cukrász sorozatot, amiben ugye Liptai Klaudia a műsorvezető, aki egyébként cukrásznak tanult valaha régen, és az is egy nagyon fantasztikus dolog, hogy hogyan kell, mert szerintem minden dolog az édesség, amit sokan szeretünk, de olyan dolgokat lehet megtanulni belőle. Én tudok sütni mondjuk rétest, meg mákos beiglit, meg mondjuk a porból tortát, de hogy te magad csinálj meg dolgokat, egy tűilt, vagy egy szép valamilyen dekorációt, az igen, azt tudni tudás, kell. Igen. Azt tudni kell a technikát. Én például a Stájuditot... Te csinálsz? Nem. Te főzöl? Nem, a Stájuditot szoktam nézni, és például ő ültette be az agyamba, hogy az édességbe is igen kell só. Minél jobban kell, sózod, minél jobban sózod, annál jön elő az íze. Minden ételbe egy pici sót és cukrot rakni kell. Ugye a nátriumklorid és a cukor, nem tudom, minek mi a képlete, de ugye ezek a vegyi anyagok hozzájön, ugyanis ez egy kémiai folyamat, minden. Az étel az egy kémia. Uh-huh. Tehát amikor főzöl, hiszen maga a szerves anyag, ugye hát vagy van a szervetlen, azt nem esszük meg, de a szerves anyagokat azok kémia, azok változnak. És ezeket nagyon kell figyelni, hogy mikor és hogyan, mivel raksz össze, hogy mi indít be mit. Én nagyon sokat mondtam az elmúlt, nem tudom hány adást, tehát hogy 8.-9. évfolyam a Simából, tehát hogy ilyen 15-16 adást én föltoltam, rengeteg anyagot olvastam föl, de minek után nem gyakorolhattam, tehát én ezeket azért sokat elfelejtek belőle, hogy mert csak én fölolvasom. De valamik megragadnak egyébként, tehát azok a
Azok az anyagok, amik zselésítenek például. Ha most néznek bennünket a cukrász résznél, a szerkesztők, vagy bárki, és fölajánlják az megmaradt édességeket, és tételezik, hogy nem fogadja el senki, gondoljanak már, hogy így föladják dobozba, kiküldik, és az biztos, hogy hát van biztos, hogy az a óriási dolog. Én nagyon szerettem a cukrász műsort. Tavaly volt először. Attila, én még régen... azt mondtam, mutattam embereknek ugyanezzel a show-val kapcsolatban, hogy veszel egy nagyon finom csoki fagyit, tegyél rá olívolajat és sót. És emberek azt mondják, nem, az nem lehet. Nem? Minden lehet. Én nem tudom. Tehát én nem kóstoltam még. De kóstold meg. Nagyon jó. És azt mondják, hogy lehetetlen, mondom, oké, akkor gondolj, Snickers bar. Ugyanaz. Só is van benne, meg édes is. Meg olaj is. Igen. Szóval. Tehát, hogy ez egy... Péter, te főzöl? Már nem nagyon. Nagyon. De főztél? Vagy igen. Miért nem főzöl most, tanában már? Mert van feleségem, van gyerekem, mindenki főz. Én... De miért a hekket, mikor kint voltunk nálatot, te csináltad? Igen, ez azért van, mert a férfias, tudod, ez benne van ez a macsó dolog, tudod, hogy a tűz... De várjál. A hek készítés. Hek, ez nagyon főleg, és milyen furcsa. Várjál. Azért, igen. Mert a macsó dolog a grillezésben van benne, hogy benne van az ösztönünkben a tűz, az ilyesmi, ezért van, hogyha mi meglátunk tüzet, és azért van ez a sztereotipika a férfiak grillezésével, mert mi bekapcsoljuk a grillet, megcsináljuk, flip-flop, annyi, viszont hallás. A nők előkészítik, és eltakarítanak helyettünk, ami persze nem helyes. Én mondjuk nem szeretek grillezni, mert az nekem, ha jó csapat van, persze igen, de a hekre visszatérve, hogy milyen érdekes, az nem tudom, talán sokan nem is gondolnak rá, hogy Balatonon az a hek, büfékben a hek az, amit mindig kérünk, annak ellenére, hogy a hek az egy tengeri hal, tehát a Balatonban soha nem fogsz hekket találni. És mégis furra, látod, hogy egy étel, hogy bele tud préselődni egy olyan régióba, ahol annak ott nincs helye. Valójában. Egy egész országban. Igen. Tehát tényleg, mindenki hek, Balaton. Igen. Egyértelmű. Igen. De amikor például lemész Horvátországba, akkor ott egyértelmű, hogy ugye a tintahal, a polip, a különböző halak, mert hiszen tengerből onnan hozzák. Tehát az valóban ott van. Egyszer érdekes lenne utána nézni, hogy hogyan alakult ki a hek mánia Balatonnál. Majd be fogom linkelni, de volt róla egy műsor, és elmondták, hogy mi volt a heknek a története. Tudom, mit nézel, majd elmondom később. Okay. De volt, azt hiszem YouTube-on volt, hogy pont a hekről beszéltek, hogy miért, ez a 70-es években kezdődött. Miért? Akkor mondjál valami, már nagyon érdekel a dolog. Belinkelem majd. Belinkeli, ide alóra. Most nem emlékszel rá, azért nem... Pontosan, mert nem emlékszem rá. Nem akarja keresgetni, mert hosszú igen. Idő lenne. Szerintem, hát ez érdekes. Szerintem nagyon jót beszélgettünk. Nagyon jó beszélgettünk, Tomi, igen. Nem volt beszélgetés. Ezt akartam mondani. Végighallgatunk bármikor, jöhetsz hozzánk, hogyha van valami új dolgod, azonnal jelentkez. Lesz majd, arról még most nem beszélhetek, de majd fogok beszélni később róla, úgyhogy lesz majd valami új dolog. Hogyha mi bármiben tudunk segíteni neked, szólj, akár embereket megtalálni, keresni, riportalanyokkal kapcsolatban, azonnal... Szükségem van rátok. Azonnal jelez, és mi segítünk, ugye Péter? Köszönöm azt, hogy meghívtatok egyébként újra ebbe a történetbe. És talán csak annyit, hogyha így mondhatok zárószóba, hogy mindenki, aki néz minket, hogy sokszor gondolhatjuk úgy, hogy esetleg unalmas az életünk, de hogy mi magunk azok, akik kitalálhatunk magunknak dolgokat, ami nem függ az anyagi helyzettől. Persze sok embernek nyilván igen, de hogy akkor is találhatunk magunknak. Most mondok csak egy Péternek, már mondtam a kocsiba, hogy most azt találtam ki, 50 éves elmúltam, azt találtam ki, hogy én soha nem tanultam. Egyszer tanultam zenélni, gitározni, de nem nagyon ment, mert az ujjam fáj, 14 éves voltam, és a bal kezem új begyei fájtak, ahogy a húrokat fogtam, nem, most is például beéget, és érzem, mintha fájna. De hogy nem tanultam zenét, és most azt találtam ki, hogy elkezdek tanulni, zongorázni. Megpróbálok zongorázni, tanulni, és találni tanárt. Itt New Yorkban
Itt is például itt van a Máté. Nincs olyan, hogy nem tudsz találni. Van egy Adult Learning Center, és nem tudom ajánlani, ez mindenki számára. Függetlenül attól, hogy ki, mit, párhogy. Van egy Adult Learning Center, bárki nemre, korra, identitásra való tekintet nélkül, ha oda elmész, akkor tudsz tanulni ingyen. Én most járok ide még angolt tanulni, de tudsz tanulni főzni, szakács tanfolyamaik vannak, tudsz tanulni nővér, bármi, ami csak létezik, azt meg tudod tenni. Akkor ezt is linkeljük be. Ez egy nagyon fontos, majd a Péternek elmondom a telefonszámot, hogy az bárki, és őket kérdeztem meg, hogy tudnak-e segíteni, hogy fognak segíteni találni valamit, és ingyen van. Tehát, hogy nagyszerű, aki itt New Yorkban él ezt a dolgot, és van egy kicsi ideje, és azt gondolja, hogy például gondoltam arra, hogy ezt megfogom, elmegyek a tanfolyamra, a főző tanfolyamra, és el is fogok menni, mert ingyen van, és csak csinálni valamit, mert kizökkent. Nem jobb az, hogy elmész mondjuk egy hetente kétszer-háromszor erre az esti tanfolyam, mind az öt boróban van, Staten Island, Brooklyn, Bronx, Queens és Manhattan, mindenhol találnak neked helyet. És nem jobb az, hogy elmész oda, mint hogy egy estédet, vagy egy estédet, vagy egy délutánodat úgy töltöd el, mint az összes többi nap, hogy ülsz otthon és tévét nézel. Ahelyett, hogy meg tudsz tenni valamit, igen. És ingyen. Na, ez egy jó végszó volt. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Sziasztok, találkozunk jövő héten. Ez volt a Móka, integessetek ti is. Ciao, ciao mindenkinek.